Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt elkezdeném a napirend előtti felszólalásomat, én szeretnék válaszolni a miniszterelnök úrnak az imént hozzám címzett válaszára. Ugye nem értett egyet az a miniszterelnök úr, hogy alapvetően a nemzeti érdekeinket meg kell védeni a kínai nagyhatalmi törekvésekkel és a brutális kínai gazdasági nyomulással szemben. Én azt szeretném válaszolni a miniszterelnök úrnak, hogy más egy országgal partnerként együttműködni, akár egy nagyhatalommal, és más teljes mértékben behódolni annak. Hát amit Magyarország tesz Kínával kapcsolatban, az a tökéletes behódolás. És ennek az eklatáns példája az az idei döntés, hogy önök a közel 1000 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonali projektet, vasúti fejlesztés projektjét, ami a magyar nemzet érdekek oldaláról nem értelmezhető, kizárólag a kínai érdekek oldaláról, nem hogy leállították volna egy ilyen súlyos gazdasági válsághelyzetben, hanem titkosították a kapcsolódó dokumentumokat, titkosították az esetleges garanciákat, amik bármilyen módon választ adnának a megtérülés kérdéseire, és ahelyett, hogy ezt a hatalmas összeget a magyar emberek, magyar családok megsegítésére fordították volna, erre a projektre költik el. Na, ez a tökéletes beholdalás a kínai gazdasági érdekeknek, kínai nagyhatalmi érdekeknek. Ezzel kapcsolatban ezt mondani, hogy soha nem fogunk egyetérteni miniszterelnök úrral, mi egy patrióta, valódi nemzeti politikát képviselünk, nem egy olyan politikát, ami azt tekinti, azt nézi, hogy egy pillanatnyi politikai túlélés érdekében, a pillanatnyi politikai haszonszerzés érdekében, mikor lehet bármikor, akár a kínai, akár az orosz nagyhatalmi gazdasági érdekeket kiszolgálni, mert ezt teszi Orbán Viktor és kormánya. Ja, látható az, hogy egy rendkívül mély gazdasági válságban vagyunk, és ebben az időszakban ugye ez mindenképpen egy olyan válság, ami mondhatjuk, hogy példátlan, és még most sem látjuk teljesen, hogy milyen hosszan és milyen mélységű lesz maga ez a gazdasági válság, és ilyen esetben joggal várhatnák el a magyar emberek, a magyar kormánytól, hogy minden eszköz, minden lehetőséget, egyrészt ugye ez a legfontosabb, az magyar emberek egészségének védelmére fordítsa, másrészt pedig a gazdasági károkat próbálja csökkenteni, de nagyon fontos, a gazdaságvédelem és a munkahelyek megvédése mellett nagyon fontos, hogy már most látni kell, hogy amikor véget ér ez a járvány, bízunk benne, hogy minél előbb, és újraindul a gazdaság, akkor miképpen lehet újra tervezni, miképpen lehet ezeket a tanulságokat figyelembe venni, és miképpen lehetne valóban megvalósítani egy olyan patrióta gazdaságpolitikát, amit önök ugyan a zászlajukra tűznek, csak képtelenek voltak eddig megvalósítani, és látható, hogy még a szándék se jelent meg ezzel kapcsolatban. Hát, csak ha ezt a válságos évet nézzük, sorolni lehetne azokat az intézkedéseket, amikor önök feladták a magyar érdekeket, a magyar nemzeti érdekeket, és lefeküdtek az ilyen már említett nemzeti érdekeknek. Ugye az egyik eklatáns példa volt a Budapest-Belgrád vasúti projekt, amivel eladósították a magyar embereket. Ugye ez a projekt kínai érdekek szempontjából értelmezhető, és egy olyan gigantikus kínai hitelből valósítják meg, amit a magyar adófizetőknek kell majd megfizetni. Hasonlóképpen láthatjuk, hogy néhány héttel ezelőtt megismerhető volt a kormányzati szándék, hogy újabb külföldi infrastruktúrális beruházásokra költenek magyar adófizetői pénzeket. Ugye itt a szlovéniai, most már ott tartanak, hogy a szlovéniai Koper kikötőjéhez elérő vagy oda vezető vasútvonali projekt fejlesztésébe kívánnak beszállni. De másik oldalról pedig az elmúlt 10 évben nem költöttek érdemi forrásokat a rendkívül rossz állapotban lévő hazai vidéki vasúti mellékvonal hálózatra. Cserébe láthattuk azt is, hogy gyalázatos intézkedéssel 34 vasúti mellékvonalat gyakorlatilag halálra ítéltek. És láthatjuk azt is, hogy az orosz érdekeknek sem tudnak ellenállni, a Rosszatom, orosz atomipari óriás gazdaság érdekei is tökéletesen tudnak Magyarországon érvényesülni. A hazugság árán adták oda az oroszoknak ezt a gigantikus projektet, ami magyar emberek generációit fogja eladósítani, és látható, hogy az oroszok alkalmatlansága miatt ugye nem tudták időben elkészíteni a terveket, ez a projekt óriási csúszásban van. Ezt úgy próbálják önök kompenzálni, nem tudom, hogy milyen érdekektől vezérelve, hogy több alkalommal is módosították a jogszabályi környezetet annak érdekében, hogy olajozzák ezt a beruházást, ez felháborító. És még egy dologra kell utalni, itt a migráció kérdése téma volt már ma is, hogy a miniszterelnök úr sokat beszélt erről, és én úgy gondolom, hogy téma lesz még ugye a holnap utáni ülésnapon is. Mennyire hiteles az, hogy önök egy olyan elnökkel, olyan török diktátorral együtt akarnak, vagy együttműködve akarják kezelni a migráció kérdését, hogy az Erdogan elnökre gondolok, aki nem olyan régen még több millió migráns Európára engedésével zsarolt és fenyegetőzött, és azt üzente az Európában élő török kisebbségeshez tartozó közösségeknek, hogy ne integrálódjanak, és politikai eszközként, politikai fegyverként tekint az Európában élő törökökre. Ez egészen elfogadhatatlan. Mi azt mondjuk, hogy valóban ugye a migráció megkérdésének megoldása sorskérdés egész Európa, sorskérdés Magyarország számára is, de itt valódi cselekvésre van szükség, nem ilyen álszert politikára, nem politikai kampányokra, hanem arra, hogy feltárjuk őszinte vitákon át a migrációt kiváltó okokat, és érdemben cselekedjünk annak kezelése, annak megoldása érdekében. És annak pedig nincs alternatívája, hogy látva, hogy milyen pusztítást végzett
már csak a gazdaságban is a koronavírus járvány, Magyarországon és Európában. Minden eszközt arra kell felhasználni, hogy az újraépítés már valóban egy patrióta nemzeti gazdaság kialakítását tegye lehetővé. Köszönöm szépen. Sonda Tamás államtitkár úr fog válaszolni, megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Egy mondat csak a vétóról, mert mégis ön ezzel kezdte a felszólalását. Azt gondolom, hogy az elmúlt hét is megmutatta, hogy megéri kiállni Magyarországért. Megéri kiállni a magyar érdekért Brüsszelben, és nem lehet Magyarországra rákényszeríteni külső akaratot. Ezt a küzdelmet természetesen tovább kell folytatni számtalan kérdésben, de jól mutatja azt, hogy a magyar érdekért megéri kiállni. Jó lenne azt, hogyha ezt mondjuk önök is felismernék, és mernék vállalni, hogy a magyar érdekért küzdenek. A tisztelt képviselő úr, a felszólalása jelentősebb részében egy olyan kérdés hozott az országgyűlés elé, amelyről már sokszor vitatkoztunk itt az országgyűlésnek a falai között, méghozzá Budapest-Belgrád vasútvonalnak a kérdését. Engedje meg, képviselő úr, hogy azzal kezdjem, amit egyébként ön is pontosan tud. Ön is pontosan tudja, hogy a polgári nemzeti kormány fejleszti és bővíti a vasútnak a lehetőségeit. Az önök szövetségesei, a bal oldal, ahova ön próbál betagozódni, az ön barátai voltak azok, akik tönkretették a vasúti közlekedést, lepusztították a Nemzeti Vasúttársaságot a borzalmas kormányzásuk során. Vasútvonalakat zártak be, vasutas családoknak a százait, ezreit tették tönkre, szárnyvonalakat zártak be 1300 km hosszúságban. Tisztelt képviselő úr, mi a vasút mellett vagyunk. Nézzen körbe és beszélje meg azokkal, akikkel ön közös kormányzást szeretne, hogy miért rombolták, miért privatizálták a MÁV-hoz kapcsolódó ügyeket. Tisztelt képviselő úr, és mindemellett arról se felejtkezzünk el, hogy szintén a baloldal a kormányzása alatt 300 milliárd forintnyi adósságot, 300 milliárd forintnyi adósságot hagyott maga mögött a MÁV-nál, csak a MÁV-nál. Így adták át a Nemzeti Vasúttársaságot. És amikor a nemzeti polgári kormány nekiáll konszolidálni a vasúttársaságot, javítani egyébként az infrastruktúrális feltételeket, akkor önök ezeket az intézkedéseket pedig támadják. Tisztelt képviselő úr, a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal magyarországi szakaszát legutóbb az 1970-es években korszerűsítették, és a két főváros közötti mindösszesen 350 kilométeres távon a menetidő 8 óra. 8 órát is meghaladja. És tisztelt képviselő úr, ez is jól mutatja azt, hogy már csak emiatt is érdemes ezt a vasúti fejlesztést megtenni. A mai 8-9 órás menetidő 2,5-3 órára is csökkenhet. És ön erre nemet mond. És ön is pontosan tudja, hogy ez a személyszállításban is új távlatokat tud nyitni egyébként a nemzetpolitikában, hiszen összeköt minket a vajdasági magyar testvéreinkkel, és új távlatokat nyit a külkereskedelemben is Magyarország számára. És tisztelt képviselő úr, ön azt is pontosan tudja, hiszen számtalanszor beszéltünk itt erről az országgyűlésben is már, hogy ráadásul Európai Uniós kötelezettségünkről van szó, hogy ezt a vasútvonalat modernizáljuk. Pontosan tudja. Ön számon kér rajtunk egy olyan beruházást, amit egyébként helyesnek gondolunk, és amit egyébként az Európai Unió is számon kér rajtunk, ha nem tennénk meg. Ön azt akarja, hogy kötelezettségszegési eljárás induljon Magyarország ellen. Egy olyan beruházást támad, amelyik sok ezer ember számára biztosít munkát a kivitelezés során, és sok ezer ember számára biztosít majd megélhetést, amikor a felújítás elkészül akkor is. Hiszen korszerűsítésre, kapacitásbővítésre mindenképpen szükség van, részben az Európai Uniós elvárások miatt, részben pedig a nemzetstratégiai céljaink miatt is. Tisztelt képviselő úr! Engedje meg, hogy arra is felhívjam a figyelmet, hogy a magyarországi vasúthálózat az ötödik legforgalmasabb Európában, évente mintegy 150 millió utast szolgál ki, és több 10 millió tonna árut szállítanak rajta.
és azzal szemben, amit ön elmondott, ezt a vasútvonalat mi fontosnak tartjuk a 18 és 23 közötti időszakban több mint 1700 milliárd forint uniós és hazai fejlesztési forrásból valósítunk meg vasúti nagy beruházásokat. Felújítunk mintegy 660 kilométernyi vasútvonalat, 200 kilométernyi új szakasz épül, és mintegy 440 kilométernyi vasútvonalat villamosítunk. Ez az igazi fejlesztés. Köszönöm megtisztelő figyelmét.